Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Tiszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. A Magyar Költészet Napja. Irodalom kedvelők ünnepeltek Szekszárdon. Jubileum. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi Vendéglátóiskola. Reméli, hogy hamar befogadják. Új házi orvos praktizál Bonyhádon. Az űrhajózás világnapja. Az űrtevékenység jelentősége és aktuális kihívásai. Szekszárdon a Művészetek Házában egy különleges esemény keretén belül ünnepelték a Magyar Költészet Napját. Kortárs költőktől mácsolták verseiket, beszéltek tapasztalataikról és az alkotói tevékenységükről. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben kis hét, homokos, szomorú síkra érni. Csötönyi László a Kultúra Civil Szervezetek Város Marketing Bizottságának elnöke társszervezőként kapcsolódott be a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett eseménybe. Az ötlettel Korsos Gergő alkotó kereste meg. Azt mondta, hogy csináljunk valamit a Magyar Költészet Napján. És mondtam, hogy akkor valami rendhagyó dolgot kellene, tehát olyat, amilyen még nem volt. És Gergő fiatal költőként azt mondta, hogy akkor kortárs vagy mai magyar költőket, barátokat, ismerősöket fog elhozni Szekszárdra, vagy legalábbis megpróbálja. És én, mint egy felbújtóként nem hagytam békén és annyiban a dolgot, és ez lett az eredménye, hogy most itt vagyunk. És én ennek hálás szívvel örülök, mert tényleg rendhagyónak mondható a dolog, hiszen ilyen még nem volt Szekszárdon. Korsos Gergő itt tanult Szekszárdon, és fontosnak gondolta, hogy visszaadjon valamit abból, amit itt kapott az iskolás évei alatt. Gergő az a fajta költő, aki hisz az ihletben, de sokszor hosszú hónapokig formál egy-egy verset, mire késznek érzi. Ilyenkor országszerte azért mondhatni, hogy akkor nagyobb hangsúly helyeződik a költészetre, a versekre. Nyilván ez József Attila születésnap, József Attila kapcsán. Ilyenkor felolvasóestek vannak kortárs költőktől, nyilván József Attilát is életre keltik, és nyilván ez kortárs költőként ez egy fontos nap, mert ugyan mi minden nap foglalkozunk a költészettel, de hát ez azért mégis egy kiemeltebb nap. Locker Dávid alkotó néha szélmalomharcnak érzi a költők életét, hiszen manapság az internet adta lehetőségekkel nehéz felvenni a versenyt. Szerencsére Magyarországon is akad egy olyan réteg, aki még szívesen olvas. Az irodalom az mindig lépéshátrányban van ezekhez a social médiákhoz képest, amikbe az időnket általában belevesztegetjük. Szóval abszolút nem volt tipikus az én indulásomkor se, kamaszként, hogy valaki versekkel kezdjen foglalkozni. Bírsz Imre elmondta, milyen érzés ezt a napot minden évben megélni költőként, ugyanis ilyenkor nem elhanyagolható mennyiségű figyelem terelődik az alkotókra. Ennek mindannyian megtapasztalják pozitív hatását. Ez nem mindennapi, vagy nem mindennapos, és valahogy behúzza, vagy engem behúz abba, hogy mi is a fontos a versben vagy a versírásban. Tehát, hogy számomra is jelentősége lesz, vagy nagyobb jelentősége lesz. A rendezvényen több generáció tárt elénk egy képet a kortárs költészetről, amely megmutatta, hogy még ma is érvényes a költészet, és nem csak a halott költő a jó költő. De jó ez. Jobb, mintha vége lenne, és a kapufára zuhanva látnám, ahogy gólt rúg pofátlanul az úr, szívemmel dekázva. Irgalmatlanul. 70 éves lett a Szekszárdi Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola. Az intézmény programokkal készült a jubileumi alkalomra. Az intézmény dolgozói izgatottan várták az ünnepséget, mondta Szőke Anikó, a VIP gyakorlati oktatás vezetője. A nap programjai közé tartozott egy kiállítás megnyitó, emléktábla avatás, időkapszula elhelyezése és egy jubileumi gála is. Iskolát 4. alkalommal rendezi meg a VIP galériát, most rendhagyó módon a volt oktatóink és a jelenlegi oktatóinknak lesz kiállítása. Nagyon nagy kedvel, szeretettel fogadtuk a régi oktatókat és az alkotásaikat, most mindenki ebbe gyönyörködik, és mi is meghatóan állunk az elkészült alkotások mellett.
Az emléktáblában lévő időkapszulában helyet kaptak korábbi és jelenlegi fotók. A diákok ezzel a jövő generációjának üzennek. A jubileumi gálán pedig a tanulókat, duális partnereket köszöntötték. A mai nap nem csak az intézményünknek, mint az iskolának fontos ez, hanem a diákjainknak, a volt, a jelenlegi pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a városnak, akik itt tanultak nálunk, akikből szakemberek lettek, nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen nem csak egy szakmát, hanem egy kis családnak a részese is lehettek. Gálosnyi Ádám Katalin 33 évig tanított az iskolában. Az itt eltöltött időszakra csak pozitív emlékekkel gondol vissza. Mint szakmai tanár kezdtem, marketinget, turizmust, idegenforgalmat, szakmai számításokat tanítottam, felszolgálást, majd szakmai igazgató helyettes lettem, utána igazgató, és elmentem nyugdíjba. Büszke arra is, hogy jelenleg egykori tanítványai is oktatják a jövő szakembereit. Én mindig olyan boldogan jövök vissza az iskolába, sokat úgymond szenvedtünk, mert nem voltak ilyen gyönyörű lehetőségeim, mint most, de rengeteg szakmai embert adtunk a jövőnek. A 70 éves iskola célja, hogy sokrétű, mély, jól használható tudást biztosítson a diákoknak, akik a jövő vendéglátósai, illetve turisztikai szakemberei lesznek. Szőke Anikó elmondta, a duális partnerek támogatók összefogással nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnepi program megvalósuljon. Egy bonyhádi férfi tett feljelentést tavaly októberben, mert egy Pécsen megismert személytől vásárolt két telefonról kiderült, hogy azok csak klónok, használni egyiket sem lehet. A tévedésbe ejtett férfinak 500 ezer forintja bánta az üzletet. A bonyhádi egyenruhások eljutottak egy budapesti férfihoz. Ő gyanúsította kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a telefonokat araboktól vette Pesten 110 ezer forintért, tudva, hogy azok nem igazi mobilok. A bonyhádi rendőrkapitányságon a napokban az ügy vizsgálatát befejezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek. Faddon a Váci Mihály utcában két személyautó ütközött. A tolnai önkormányzati tűzoltóság a helyszínre kiérkezve a gépjárműveket a faddi önkéntes lánglovagokkal közösen áramtalanította. Két gyereket és egy felnőttet a mentők a szekszárdi kórházba szállítottak. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót. A legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést. Részletfizetés maximum 5 részletben 2024. június 30-áig kérhető. Április 1-től dr. Németh Csaba rendel a 3-as házi orvosi körzetben Bonyhádon. Az orvos Filóni Ferenci Bolyával, Bonyhád polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatót. Új házi orvos fogadja a betegeket Bonyhádon. Az elmúlt év végén dr. Cseh Miklós bekövetkezett halála miatt a 3-as számú házi orvosi praxis megüresedett. Filóni Ferenci Bolya polgármester feladata volt, hogy minél hamarabb szakembert találjon. Abban az átmeneti időszakban, amíg ez erre nem került sor, és csak tárgyalások folytak, addig a helyettesítést azonnal megoldottuk, és ezt a Bomet Kft. Nevében dr. Kovács Katalin látta el, amit ezúton is hálásan köszönök neki, hiszen azonnal a rendelkezésünkre állt, és így megoldódott heti 20 órában a doktor úr helyettesítése. De én mégis csak annak örülök igazán szívből, hogy április 1-jével dr. Németh Csaba vette át a körzetet, hiszen ő most helyettes orvosként, de teljes munkaidőben, tehát heti 40 órában látja el a körzetben a betegeket. A polgármester úgy fogalmazott, nem egyszerű a mai világban házi orvost találni. Fontos azt is tudni, hogy maga a praxis jog a hagyaték része, amelynek a lezárása leghamarabb jövő év elején kerülhet sor, addig az munkáltató, az önkormányzat, de ez a betegek szempontjából gyakorlatilag semmit nem jelent, hiszen a doktor úr már rendes rendelésidőben várja a bonyhádiakat. Dr. Németh Csaba orvosként bálgyógyászati szakvizsgával rendelkezik. A munkája eddig a szekszárdi kórházhoz kötötte. A tavaly évvégén alakult úgy az én pályafutásom, hogy visszatérhetek a mindig is elsődleges hivatásomként kezelt orvosi pályafutáshoz, úgyhogy ehhez a életemben történt fontos változáshoz kaptam egy megtisztelő és pont jó időben érkező felajánlást és megkeresést a polgármester asszonytól. Az orvosnak ismerősei, barátai által Bonyhádról korábban is pozitív élményei voltak, így örült a felkérésnek és a lehetőségnek.
Én remélem, hogy a bonyhádi emberek el fognak engem fogadni, és befogadnak az itteni közösségbe. A beteg praxishoz tartozó betegek elfogadnak, illetve a többi háziorvos kollégával, helyi rendelőintézettel is egy jó munkakapcsolatot szeretnék kialakítani. Az orvos egy korszerű, felújított rendelőben kezdi meg a munkát. Az épületet azonban a jövőben tovább szeretnék szépíteni. Dr. Németh Csaba azt mondta, ehhez a bonyhádi önkormányzattól minden támogatást megkapnak. Az idei évben is megrendezik a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű országos hulladékgyűjtési akciót. Regisztrálni április 15-e 16 óráig lehet, illetve lehetőség van önkéntesként csatlakozni a www.szelektálok.hu internetes oldalon. A szemétszedésre rendelkezésre álló napok 2024. április 22 és 28-a között bármelyik nap. A hirtelen jött felmelegedésnek köszönhetően az idén tavasszal a megszokottnál 3 héttel korábban indult a spárga szedése a hazai kertészetekben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közös piaci körképe szerint a mintegy 1437 hektáron termesztett zöldség iránt egyre nagyobb az érdeklődés a hazai piacon is. Míg korábban szinte az összes itthon megtermelt spárga a külpiacokon landolt, ma már a termelés fele a magyar fogyasztók asztalára kerül. 2024-ben a rendőrség a kerékpárosok és gyalogosok közlekedés biztonsági helyzetének javítását helyezte az ellenőrzések középpontjába. Fontos, hogy a közlekedés minden résztvevője betartsa a KRESZ szabályokat. A Tolna vármegyei hatóságok számos előadást tartanak különböző oktatási intézményekben, hogy a gyerekek az életkoruknak megfelelő módon mielőbb megismerjék a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat. Az egyenruhások ezúttal az Izményi óvodába látogattak. Dr. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, az űrtevékenység jelentősége és aktuális kihívásai címmel tartott előadást Szekszárdon a Matthias Corvinus Kollégium Tolna vármegyei képzési központjában. Az elmúlt 63 éven magyarként Farkas Bertalan járt a kozmoszban. Jelenleg bőven 100 fölött van azoknak a magyar eszközöknek a száma, amelyek eddig szolgálatot teljesítettek a Földön kívül. Ebben a folyamatban volt 1961. április 12-én óriási jelentőségű, amikor Jurij Gagarin személyében az első ember a világűrbe jutott, és onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy az emberes űrrepülés is bekerült az emberi tevékenységek sorába. Mostanra már 500-nál is több ember járt a világűrben, illetve jelenleg is tartózkodik fönt a nemzetközi űrállomáson, és ez nagyon, illetve a kínai űrállomáson, és ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Olyan kutatásokat, olyan ismeretanyagokat tudunk így megszerezni, például az emberi test működéséről, a gyógyszerfejlesztésekről, ami a földfelszínen nem lehetne, nem állna rendelkezésünkre, és nem tudnánk ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Az űrszemétről, amelyet az ember hagy hátra, egyre több forráson keresztül lehet hallani. Erről kérdeztük az űrkutatásért felelős miniszteri biztost. Ez egy komoly kihívás és egy komoly probléma a tudományos életünknek, hogy hogyan tudjuk például az űrállomás biztonságát úgy garantálni, hogy egyre több és egyre sűrűbb az a törmelékfelhő a Föld körül, a nem használt tárgyakból, már nem használt műholdakból vagy darabjaikból, ami esetleg veszélyezteti ezeknek az embereknek a biztonságát. Jelenleg a műholdakon keresztül megy át az emberek által használt szinte összes információ. Ezek az eszközök nélkül például elképzelhetetlen az áruszállításban a hajó és kamionos forgalom irányítása, így fontos stratégiai célpont is lehet. Sajnos az űrtevékenységnek van egy a tudományos békés célon túlmenően egy olyan árnyoldala is, vagy hát második feladata is, hogy itt a biztonságpolitikai kérdéseket is figyelembe kell venni. Ez az orosz-ukrán konfliktusban eléggé nyilvánvalóvá vált mindannyiunk számára, hogy milyen jelentősége van a műholdaknak és a műholdak által biztosított szolgáltatásoknak. Ezért tehát ma minden nagyhatalom és az Európai Unió maga is folyamatosan fokozott mértékben vizsgálja, hogy milyen biztonság politikai kihívásokkal szembesülünk a világűr tekintetében. Ez év végén, jövő év elején egy magyar kutató űrhajós honfitársunk csatlakozik a nemzetközi űrállomás fedélzetére. Tekintsék meg a régió híreit! Terepjáró képességek luxus kivitelben. Új autószalon nyílt Pécsen. Költészetnapi ünnep az eladópultok között. Versek szóltak a pécsi vásárcsarnokban.
prevenciós vizsgálat, különböző mérésekkel várták az érdeklődőket. Egy ikonikus márka autóinak nyílt új szalon Pécsen. Ez az első olyan kereskedelmi egység, amely vidéken kínálja a terepjáróival világhírnevet szerzett gyártó modelljeit a régióban. A szalon olyan szolgáltatásokat is biztosít a kereskedelem mellett, amit a gyártó és az ügyfelek elvárnak a prémium kategóriás járművek vásárlása után. Ezt a táblát kapta a gyártótól a Pécsi Pente Autóház új szalonja. Ezzel ismerik el, hogy felkészült a cég a Land Rover márka képviseletére. Vidéki helyszínként elsőként Pécsen nyílt ilyen szalon a régióban. A Land Rovernek a vezetője megkeresett minket, az importőrnek a vezetője egy együttműködéssel, és egy hosszadalmas tervezési munka után ezt itt kialakítottuk. És azt mondhatnám, hogy elhoztuk vidékre a nagyfővárosból ezt a luxus márkát. Azért is fontos, mert az egész adriai régióban, ahol egyébként az Autovalis az importőre a Land Rovernek, csak fővárosokban van Land Rover kereskedés. Most először itt vidéken Pécsett, és azt gondoljuk, hogy a régió is ebből majd profitálni fog, biztosan azt reméljük, hogy mi is. Azt gondoljuk, hogy az egész tevékenységünkre ez pozitív hatással lesz. A világ legismertebb terepjárójával alapozta meg hírnevét a Land Rover, majd a Range Roverrel megalkotta a luxus terepjáró kategóriát. Ma már három modellcsoportból épül fel a márka, azonban alapvető célkitűzésüket megtartották, szükség esetén helytállnak a legkeményebb terepen is. Több árszinten értékesítik ezeket a terepjárókat. 20 millió forintoknál kezdünk, és a vége az mondhatnám a csillagosség, 110-120 millió forint értékű autókat is értékesítünk. Nem az ár önmagában az érdekes, hanem a hozzáadott érték. Ha ezt megtöltjük azzal, és ha valakivel találkozunk, és elmondhatjuk, hogy ezeket az árakat milyen érték tölti meg, akkor az mondható, hogy ez a luxus márka az árszintjét tekintve is pontosan tükrözi azt, amit kínál. Az új pécsi autószalon olyan hátteret biztosít az ügyfeleknek, amit elvárnak ezért a luxus termékért. Nagyon komoly és nagyon magas elvárásokat támaszt a márkakereskedők és a márkaszervizek felé, hogy milyen módon tudják képviselni ezt a márkát. 160 pontos olyan auditálási dolgokon kell keresztül mennünk, ami az autó bemutatáshoz szükséges, az ügyfeleknek úgy tudjuk bemutatni az autót, hogy ezt a Land Rover elvárja. Elképesztő mennyiségű és minőségű képzéseken vesznek részt a vevőszolgálati kollégáim, hogy ezeket az autókat, a technikákat karbon tudjuk tartani, javítani tudjuk, bármilyen meghibásodást azonnal felismerjünk és megfelelően tudjunk orvosolni. Az új szalon építése még tavaly kezdődött el. Idén évelején fejezték be a kivitelezést, majd február végén nyitottak. A hivatalos megnyitót azonban április 12-én tartották a pécsi telephelyükön. Költészetnapi ajándékkal várták a vevőket, árusokat a pécsi vásárcsarnokban. A Nemzeti Színházzal fogtak össze, hogy ezen a szokatlan helyszínen is ünnepelhessenek. A létesítmény vezetője azt mondja, céljuk, hogy igazi közösségi tér legyen a vásárcsarnok, ezért szerveznek programokat, vagy éppen ünnepelnek a Magyar Léra napján, április 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lipit Zsolt vagyok, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Ma van a Magyar Költészet napja, melyet 1964 óta április 11-én egyik legnagyobb nemzeti költőnk József Attila születésnapja. Így köszöntötte a pécsi vásárcsarnokba betérőket a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója a hangszórókon keresztül. Minden egész órakor egy József Attila verset hallhattak a vásárlók, árusok Németh János színművész előadásában. József Attila, születésnapomra. 32 éves lettem én, meglepetés e költemény. Csecse, becse, ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten. Magam. Így hangzott a vers a zöldségek, gyümölcsök és egyéb áruk között a vásárcsarnokban. A létesítmény vezetője azt mondja, a nyitás óta céljuk, hogy közösségi tér is legyen ez a hely, ne csak a kereskedés helyszíne. Időnként kilépünk a komfortzónánkból, és a partnereinkkel olyan programokat is szervezünk, ami egy kicsit
úgymond idegennek tűnik a vásárcsarnoktól, de mint közösségi tér pedig jól illeszkedik ebbe az elképzelésbe. A Pécsi Nemzeti Színházzal nem ez az első együttműködésünk egyébként. Tavaly is már kaptunk tőlük ajándékba gyönyörű verseket, idén nőnapon is, és hát arra gondoltunk, hogy a költészet napján szintén gyönyörű versekkel köszöntenénk a magyar lírának az ünnepét, illetve hát azokat, akik ide jönnek hozzánk. Élményt szeretnének nyújtani a Magyar Költészet napján is. Három versről van szó, természetesen József Attila versek, és minden órában egyet-egyet játszunk le, mindegyiket kétszer, úgyhogy aki szeretne mind a hármat hallani, az bizony óránként jöjjön el hozzánk, örömmel látjuk. A születésnapomra a készaleltár és a Thomas Mann üdvözlése szólt a hangfalakból a csarnokban. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadó estekkel, könyvbemutatókkal, költő találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Szív- és érrendszeri, szemészeti, vércukorszintmérés és más laborvizsgálatokkal is várták az érdeklődőket Siófokon. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramban több mint 50 féle vizsgálatra volt lehetőség. Az eseményen elhangzott, a prevenciós szűrésekre évről évre egyre többen jelentkeznek. Már kora reggel nagy volt az érdeklődés a siófoki szűrésen. Az emberek fontosnak tartják egészségi állapotuk felmérését. Mivel hogy a családban már volt olyan, hogy egy véletlen vizsgálat során derült ki egy komoly probléma, tehát én nagyon fontosnak tartom. A program 2010-ben indult el Magyarországon, az elmúlt egy évtizedben 2600 helyszínen több mint 700 ezren éltek a szűrővizsgálatok lehetőségével. Az állampolgárokonság keresik ezt a lehetőséget, hiszen mindenki kíváncsi saját egészségi állapotának alakulására. Ezen a helyszínen is éppen itt Siófokon van olyan látogatónk, aki a 10 évvel ezelőtti szűrési adatlapját hozta most magával, hogy összetudja hasonlítani a vizsgálati eredményeit. Kardiológiai, labor, tüdőgyógyászati vizsgálatok is szerepelnek a programban. Legyen el szemüvegét, itt megmérjük a szemnyomást. Az Európában is egyedülálló kamion a legmodernebb diagnosztikai eszközökkel van felszerelve. Bíró Norbert, a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke szerint fontos, hogy az emberek a szűrővizsgálatok eredményeit komolyan vegyék. A személyes példamutatást fontosnak tartom. Én ugye mindig elmondja az ember pedagógusként is, de aztán én is úgy magam is úgy jártam, hogy egy ilyen rendezvényen nagyon magas volt a vérnyomásom, nem vettem komolyan, nem foglalkoztam vele, nekem én rajtam, hogy ez én rám, ez nem igaz, biztos rossz volt, tehát ideológiákat nagyon szépen föl tudtam állítani. Aztán egyszer rosszul lettem, és a kórházba kötöttem ki, azóta abszolút komolyan veszem. A vizsgálatok a tavalyi évtől már felkerülnek az EST rendszerébe is. A szakemberek azt javasolják, hogy a programban résztvevők házi orvosukhoz is juttassák el az eredményeket. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. A Magyar Költészet napja. Irodalom kedvelők ünnepeltek Szekszárdon. Jubileum. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi Vendéglátóiskola. Reméli, hogy hamar befogadják. Új házi orvos praktizál Bonyhádon. Az űrhajózás világnapja. Az űrtevékenység jelentősége és aktuális kihívásai. A hétvégén nyárias jellegű időre készülhetünk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 fok közelébe ígérkezik. Túlnyomó rész napos idő várható, de időnként és helyenként mérsékelt felhősödések zavarhatják meg a napsütést. Csapadék érkezése vasárnap késő délutánig nem valószínű. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt erősségű lesz. Hétfőn hidegfront alakítja hazánk időjárását. Délen még derült, napos, meleg idő ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!